Egy ultramodern szimulációs központot alakítanak ki a pécsi orvoskaron. A szimulációs oktatási központ a régi főépület 4. emeletén 280 négyzetméteren működik már 2015 óta, most azonban több mint a 6-szorosára bővül a hasznos alapterület. A központ igazgatója elmondta, hogy funkciójában 5 plusz elemmel gazdagodik az egység. A Pécsi Tudományegyetem szimulációs oktatási központja tulajdonképpen alapvetően funkciójában 5 elemre bontható. A jelenlegi struktúra mellett megjelenő új szimulációs oktatási központban a kommunikációs skilleket, speciális műtéttani ismereteket, sebészi technikákat tudunk oktatni. Matrix tantermeinkben bármelyik klinikai szakmai igényeinek megfelelve tudjuk a megfelelő szimulátorok igénybevételével a klinikai igényeket kiszolgálni. Speciális préhospitális sürgősségi ellátási elveket tudunk biztosítani. És tulajdonképpen ezek azok az elemek, amik az egyetemi oktatási rendszerbe integrálódva, mint a graduális, mint a posztgraduális oktatási szinteken megfelelő európai szintű színvonalú hátteret képesek biztosítani. A szimuláció soha nem lesz olyan, mint a klinikai betegellátás. Itt azt kell megérteni, hogy a betegeken végzett manuális beavatkozások modellezhetők, különböző fejlettségű, élethűségű szimulátorok alkalmazásával modellezhetőek, így az orvostanhallgatóink gyakorlatilag a manuális készségek birtokában jutnak majd el a betegellátásba. Ez nyilván sokkal is, mint a korai orvosi ellátásba, ez a betegek számára növelni fogja a betegbiztonság érzetét, illetve a gyakorlati beavatkozások végrehajtásának sikerét. A szimulációs oktatási központ tevékenysége iránti igény évről évre emelkedik. Jelenleg szemeszterenként közel 1500 kontaktóra zajlik itt. A látványtervek alapján tanműtőt alakítanak ki, ahol valós orvosi eszközökkel végezhetnek műtéteket oktatási vagy demonstrációs célzattal. De itt kap majd helyet a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomás, sőt a kiterjesztett valóság technológiáival is megismerkedhetnek a hallgatók. Ezeken túl fejlesztik az oktatást támogató audiovizuális rendszert, amely nem csak az oktatási tartalmak rögzítését és lejátszását, hanem az abból történő digitális tananyagfejlesztést is nagyban elősegíti majd. Az idei év, a 21-es évben az egyetem számára a változásról és a fejlődésről szólt. Már még nem vagyunk az év végén, több olyan meghatározó fejlesztést adhattunk már át, itt az orvostudományi karon is, amely a jövőt, a versenyképességet szolgálja. Ez a beruházás is egy ilyen lesz, amely a következő év nyarára már elkészülhet, és 22 őszétől hallgatóink, kutatóink a gyakorlati képzések tekintetében európai világszínvonalon és világszínvonalon folytathatják már a gyakorlati képzéseikben a tudás elsajátítást, illetve a képességfejlesztést. Köszönhetően a kormány októberi döntésének lehetőségünk vált arra, hogy több mint 1,1 milliárd forintból elindítassuk ezt a fejlődést, amelynek eredményeként már a 6 éven az épületben működő skill laborunk egy nagyon jelentős kapacitás minőségfejlesztésen eshet át. Korábban egy 280 négyzetméteres területre korlátozódott az ő működésük, most pedig a fejlesztésnek köszönhetően 1700 négyzetméteren folytathatják ezt a megkezdett munkát. A munkálatok október 4-én kezdődtek, most a bontási szakaszban tart a kivitelező. A tervek szerint 2022. júliusában végeznek az építkezéssel, majd szeptembertől a hallgatók és az oktatók is használhatják az új skill labort. A szakemberek szerint a központ nem csak regionálisan lesz egyedülálló intézmény, hanem a modern orvostechnológia európai, illetve világszínvonalú oktatására is alkalmassá válik.